Jó estét kívánok, kedves nézőink! Egy új műsort indít útjára a Győr Plusz Televízió, mert egy olyan világban élünk, olyan közös dolgaink vannak, amelyekről érdemes, sőt, én azt gondolom, hogy kell is beszélni. Nem titkoltan ezért született meg az ötlet, hogy egy közéleti beszélgetős véleményműsor készüljön. Olyan Győrben meghatározó emberek véleményére vagyok kíváncsi, akik köztünk élnek, akiknek a szava számít, akikkel lehet valódi közbeszédet építeni. Meggyőződésem ugyanis, hogy a kulturált véleménycsere csak előre visz. Éppen ezért nem is fogunk olyan konkrét dolgokról beszélgetni, amelyekről nekünk sincsen megbízható információnk, de ügyekről, jelenségekről, folyamatokról igen. Mindezt úgy szeretném, hogy az itt ülő vendégeink ne egy merev, feszült, nagyon szűk műfai keretek között mozgó beszélgetésben vegyenek részt, hanem jelezve már címében is a szándékaimat, kötetlenül, fesztelenül, innen is jön a műsor címe, nyakkendő nélkül. Szeretném bemutatni mai vendégeinket, Horváth Pétert, a Révai Miklós Gimnázium igazgatóját, a Nemzeti Pedagóguskar elnökét, Bakos Kis Gábort, a Győri Nemzeti Színház igazgatóját, illetve Kolosszár Tamást, az autószektor főszerkesztőjét. Első témánk a Győri Ipari Park bővítése körül kialakult vita, és engedjék meg, hogy kezdjem egy kicsit távolabbról. Miközben a rendszerváltás után számos magyar nagyváros, Miskolc, Pécs, Szeged gazdasága összeomlott, addig a korábban jelentős ipari potenciállal rendelkező városok közül Győr és például Székesfehérvár megújult ipari struktúrával és a high-tech ágazatok egyre jelentősebbé válásával dinamikusan fejlődött. Minden mindennel összefügg szerintem, egymásra épülnek a cégek, akik itt vannak. Ezt a kiépült láncolatot szerintem nem szabad veszni hagyni. Vannak országos nemzetgazdasági érdekek, amiket figyelembe kell venni, vannak regionális érdekek és vannak helyi érdekek. Az elmúlt 12 év gazdaságpolitikája kifejezetten sikeres volt, mert országszerte közel 1 millió új munkahely jött létre. A nyugati cégek által létrehozott technikára, technológiára, beruházásokra azonban továbbra is szükség van, Győr ennek eddig a nyertese volt. És akkor most fordulok hozzátok, hogy ti hogyan látjátok, hogyan tudjátok megközelíteni ezt a kérdést, és akkor maradjunk is konkrétan a Győri Ipari Park bővítésénél. Hogy érdekelne az első akár érzelmi reakció, és érdekelne az is, amikor hát az egyszer alszom rá, vagy egyet alszom rá, és akkor másnap gondolok erről valamit. Szóval ti hogy látjátok ezt az ipari parki bővítést? Hiszen tudjuk jól, hogy Győrben ez most téma, és tudjuk jól, hogy azon a területen, ahol konkrétan Győr-Szent Ivánon szeretnék ezt bővíteni, ott bizony ez ellenérzéseket szült. Ki szeretné kezdeni, uraim? Én, mint szakmabeli, szívesen kezdem, mondok egy másik példát. A rendszerváltás után Győrben nem csak az Audi jött, hanem a Philips is. A Philips még nagyobb durranás volt, mert hát azért azt tudták a győriek, hogy a következő néhány évtizedben nem fognak Audival járni, de a Philips hajszállítói, konyhai roboteszközei, az NDK-l lenyitható ajtajú Turmix gépek után óriási releváns erővel hatottak. A Philips már nincs itt Győrbe. Miért nincs itt? A Philips az autó rádiók üzletágba kapcsolódott be. 3 év után kiderült, hogy a hagyományos autórádióknak vége. Jöttek a kazettás autórádiók. Eltelt újabb 3 év, a Philips azt is dobhatta a lecsóba, ahogy mondani szokták. Jöttek a CD-s autórádiók. Aztán jöttek a DVD-s autórádiók, aztán 20 év után bejött az infotainment rendszer. Gyakorlatilag autórádióra nem volt szükség az iparban. A Philips jó érzékkel az utolsó pillanatban egy tajvani befektetőnek eladta a győri gyárát, aki egy év után felszámolt mindent. A Philips gyakorlatilag kivonult Győrből. 20-25 év sikertörténet után egy üzletág becsukott, mert nem volt rá szükség. Nagyjából most ugyanez a helyzet az autóiparban, elektromos vagy belső égésű. Eldőlt a kérdés, mert én azt hallom, hogy az elmúlt 10 év arról szólt, hogy mindenki azt mondta, hogy a belső égésű motorokat el kell dobni a kukába. Környezetszennyező. Az eldőlt, hogy az elektromos meghajtás a jövő biztos? Abszolút. Hát a világ 3 legnagyobb autógyára, a Toyota, a Volkswagen és a General Motors, akik a termelésnek nagyjából a 80 millió autóból majdnem a felét adják, ők egyértelműen ráfordultak. Hát innentől nincs kétség. Azon kívül az Európai Unió 35-ig még lélegeztetőgépen tartja a belső égésű motorokat. 35-től már csak szintetikus üzemanyaggal lehet, ami gyakorlatilag ma nem is létezik. Abszolút, szerintem 100%-ba eldőlt. Elektromos a jövő, ez nem kétséges. Én bízom a szintetikus üzemanyagban, ettől függetlenül 13 év van. Előbb beszélgettünk már, azért nagyon sok minden tényleg pénzkérdés, kutatások, hogy hogyan lenne azért. Nyilván az
elektromos meghajtásokkal is olyan értemben, hogy mi lesz vele, hogyan lesz akár, mikor az akkumulátorok elfogynak, már úgy értve, hogy tönkre mennek azokat, hova kell, tehát mekkora a lábnyom, azért sok mindent nem tudunk még, és sok minden bizonytalan, de kétségtelen, hogy van egy ilyen döntés, és a három legnagyobb márka az letette a voksát emellett. Inkább arra fordulnék rá, hogy valóban Győrbe az ipari park létesítése az szerintem akkor egy szükséges dolog volt 92-ben, nagyon jó érzékkel lépett a város, szerintem jó helyen létrehozott egy olyan hatalmas területet, ahol valóban nem csak az egyes üzemek, hanem azok bedolgozói is ott lehettek, ami azt a fajta dinamikát, az együttműködésnek a jellegét, azt nyilván alaposan megkönnyítette. És kétségtelen az is, hogy vannak olyan városok, akik máig nem tették ezt meg, Szegedet mondta itt szerkesztő úr. Én most voltam nemrégiben Szegeden egy konferencián, ahol a megyei iparkamara elnöke tartott egy előadást, és ezt egy egyértelműen fájó és hibás döntésnek nevezte. Szeged városában, ami egy nagyobb város, mint Győr, a legnagyobb foglalkoztató, egy 500 fős foglalkoztató, ugye a maga PIK gyár. Tehát egészen más a városban a munkalehetőség. Most, amikor a Covid-helyzet és az energiahelyzet is problémás, a szolgáltató szektor visszaesik, nagyon komoly problémákkal küszködik az a város, ahol nem találnak megfelelő munkalehetőséget az emberek. Tehát én azt gondolom, hogy szükséges volt létrehozni, nagyon jó ütemben hozta létre Győr ezt az ipari parkot, amennyiben betelt, és vannak olyan cégek, akik ide költöznének, akár munkahelyet teremteni, akkor az ipari parkot szükséges bővíteni. Azt, hogy merre, mekkora terjedelemben, milyen ütemben, ezt nyilván el kell dönteni. És igen, ebben... de akkor szerintem abban nincsen vita közöttünk, hogy ahhoz, hogy Győr dinamikája, az elmúlt 20 év fejlődése megmaradjon, ott nem nagyon van más választás. Te most behoztad ezt a geopolitikai, vagy akár a covidos kérdést is, meg a háborút, meg a gazdaságit. Én azt gondolom egyébként, hogy Magyarországnak, hogy talpon maradjon, hogy a gazdaság működjön, ott elengedhetetlen, hogy ezek az ipari centrumok, melyek vannak az országban, ezek működjenek, mert ha nem, akkor lehúzhatjuk a rolót szerintem. És akkor parancsoljon. Én is úgy gondolom, hogy folyamatosan fejlődni kell ezen a területen is. Nyilvánvalóan ilyenkor bejön egy másik aspektus, hogy az itt élők, vagy akik már Győrben élnek, vagy nem Győrbe települnek, mondjuk adott esetben munkahelyet létrehozva, akkor ők hogyan viszonyulnak ehhez az egész kérdéshez. Tehát valószínűleg az arany középutat kell megtalálni, ami nyilván egy nagyon bonyolult és nagyon nehéz kérdés, hogy hol van az a határ, ameddig terjeszkedhet adott értelemben véve, és nem csak földrajzilag értem, egy ipari park. De az vitán felül áll, hogy ennek bővülnie kell tovább, mert különben stagnálni fog a történet. Azt nem tudom, hogy arra van-e esetleg nektek rálátásotok, vagy gondolatotok, hogy ha ez a fajta folyamat, és arról beszéltünk, hogy itt tényleg a betelepülő cégek egymásra épültek, tehát az egyik beszállítója a másiknak, nem véletlenül vannak itt. Arról is fogunk majd beszélni, akár a kultúra kapcsán, akár az edukáció, akár pedig a színház kapcsán, hogy szerintem nincs Győrben ember, aki ezt elvitatná. Amit az Audi, meg az összes többi gyár letett az asztalra, betett a közösbe, hogy ezért tart itt Győr többek között. Hogyha most elvágjuk ezt a fejlődést azzal, hogy azt mondjuk, hogy nincs ipari-ipar bővítés, akkor ennek vége? Tehát vége ennek az aranykornak, szerintetek? 100%. Ezt úgy hiszem, mint esőben áll csorgó sarki a pénzhatalmát, hogy Juhász Ferencet idézzem. Meg ezért is nyakkendő nélkül ennek. Ezért is nyakkendő nélkül. Én amikor megírtam ezt a bizonyos Facebookra föltett vitacikkemet, utána fölhívott egy jó pár vezérigazgató, és kérdezték tőlem, hogy normális ez a város? 125 éve az iparból él. És most jut eszébe valakinek egy idióta gondolat, hogy az ipart abba kéne hagyni. Agyrém. Most, amikor működik. Győrbe egyébként végre. Három olyan cég van, ami több mint 100 éves. Kevés ilyen város mondhatja magáról. Van a SZESZ gyár, van a Rába elődje, a Vaggon gyár, nem én mondom csúnyán, hanem 40 háborúig dupla G-vel írták, és van a Grabopaszt. A SZESZ gyárat vegyük ki a csomagból, 100 éve is ittak az emberek, 50 éve is ittak az emberek, most is isznak az emberek. A magyar az ilyen, ha bánata van, iszik, ha öröme van, iszik, azzal kocint. A Rába az elmúlt 125 évben, most volt 125 éves, milliószor váltott profilt. A Grabopaszt az elmúlt több mint 100 évben milliószor váltott profilt. Ahogy a Philips becsukott 25 év után, a Rába és a Grabopaszt azért nem csukott be, mert innovatív embereik voltak, jó vezetőik voltak, ott voltak a világgazdaság vérkeringésén, és tudták, hogy mikor kell váltani.
Győrbe óriási gond lesz, ha mi az elektromos országúton nem tudunk rácsatlakozni. Mi lehet akkor az oka annak, hogy ekkora tiltakozás van? Mert én olvastam egy 1996-os tanulmányt, amiben az már le volt írva, hogy 10 éven belül be fog telni az ipari park. És eddig ebben közmegegyezés volt, hogy erre szükség van. Többek között azokért, amiket te elmondtál. Hogy most mi lehet ennek az oka vajon? És van-e tovább lépés ebből, meg kell, hogy legyen tovább lépés? Azért akárhogy is nézzük, mondjuk egy 50 évvel ezelőtti helyzethez képest megváltoztunk mi is. Tehát ami vállalatokról Tamás beszélt, az mind gyakorlatilag a város, hát nem is a centrumában, de abszolút lakott tövezetben volt mindegyik. Tehát a Grávgyár, a Rolplaszt ott van Jancsi faluban, a Szesz gyár ott van a klasszik gyárvárosban. De ugyanígy Szigetben, Újvárosban is ott voltak a cég, a növényolajgyártól kezdve a célgépgyár, mindegyik gyakorlatilag lakott tövezetben volt. Akkor ez teljesen normálisnak számított szinte. Sok esetben a gyár köré építették fel a munkásoknak azokat a szállás lehetőségeket, amelyek könnyebbé tették az oda való eljutást. Bocsánat, hogy félbeszakítalak, de azért Szent Ivánon jelenleg is nagyon sok olyan ember lakik, aki pont azért ment oda, vagy azért vesz ott házat, vagy azért bérel ott házat, hogy tudjon munkába járni. Igen. Ma erre már sokkal érzékenyebbek az emberek. Sokkal több félelem is van bennük, hiszen sokkal kevésbé ismerik, hogy mivel foglalkozik az a cég, én azt gondolom. Nyilván akkoriban sokkal kevesebb volt az olyan típusú probléma, amit hallom, hogy most is problémát jelentett, például a közlekedés. Az ember alig volt autó, vagy nagyon-nagyon kevés autó volt például, ami még a 70-es években is, ami az utakon, akár Győr belvárosában is okozott problémát, vagy akár másról a közlekedéssel kapcsolatban. Jelen pillanatban azt gondolom, hogy ezekre mindre, akár a zajszennyezésre, akár a fényszennyezésre már, akár a forgalomra, sokkal érzékenyebb mindenki, sokkal kevés, hogy toleráns már azzal kapcsolatos, hogy fölépítenek mellette egy uszodát mondjuk, vagy fölépítenek egy focipályát, amit egyébként használhat az adott térség. Tehát én szerintem nagyon megváltozott mindenki, nagyon mindenki kényelmes, mindenki kényesebb arra, hogy az egyéni szabadság vagy jogai hogyan tudnak érvényesülni. Szerintem ez egy jelentős különbség a régebbihez képest, egészen biztos. Ugyanezt akartam én is mondani, hogy a picit olyan a dolog, hogy ugye használjuk ezt a terminus technicust, hogy jogok és kötelességek. És annyira megerősödtek a jogok, hogy a kötelességeket elkezdtük elfelejteni. És egy kicsit a Covid időszak volt az, ami elkezdte ezt az egészet megváltoztatni, vagy megmutatni, hogy bizony-bizony komoly kötelességek is vannak. Tehát nem csak az egyéni érdek van, hanem van a közösségi érdek is ebben az egész dologban. És valóban az inger küszöb az egyre érzékenyebb lett, csak kérdés az, hogy ez nem egy mesterségesen generált dolog-e. Hogy nem ebben az instant világban, ahol folyamatosan mindig minden változik, most ezt megvettem, hordom egy darabig, sokkal szisztematikusabb volt az egész organizációja az életszervezésének. Tehát ha arra gondolok vissza, hogy a nagyszüleimnél mondjuk faluhelyen gyakorlatilag minden hasznosult, minden úgy kerek volt, úgy el volt varva egy disznóvágásnál, minden egyes része a malacnak föl volt használva, ma pedig olyan könnyen gondolkozunk, hogy csak egy kis kiló oldalat szeretnék vásárolni. És ez a fajta szemlélet változott meg, és nekünk is muszáj ezt az egész dolgot újra struktúrálni magunkban, hogy változik a világ, folyamatosan olyan helyzetek jönnek, amire senki nem gondolt volna, hogy egy Covid-válság után egyszer csak berekerülünk egy ilyen energiaspirálba, és biztos, hogy kell valami, amin keresztül egy közösség, egy térség tovább tud lépni. Márpedig Győr esetében ez maga az ipar. Maga az a történet, amely évtizedek óta ezt a várost viszi előre, és bizony-bizony most úgy tűnik ez az egész dolog, hogy mintha megállt volna, és stagnál ez az egész, és muszáj előre tekinteni. Tehát muszáj okosan meghozni ezeket a kompromisszumokat. Én, és ha már a közösség szót behoztad ebbe a beszélgetésbe, akkor itt már is ugorhatunk tanításra, edukációra, kultúrára. Elképzelhetetlen, hogyha nem lett volna az ipari park és ezek a cégek, akkor jelen pillanatban én azt gondolom, hogy sem az oktatás, sem a kultúra nem tartana itt Győrben, ahol. Tehát ugye tudjuk az Audit, hogy gyakorlatilag bölcsödétől az egyetemig. Tudjuk azt, hogy a főiskolából ezért lett egyetem tulajdonképpen, mert hogy elindult a képzés. Én azt hiszem, hogy nem csak az olcsó munkaerő miatt jön ide a multi, hanem a képzett munkaerő miatt is. Most arról meg nem is beszélve, hogy ha a ti szakmátokat nézem egy kicsit közelebbről, hogy a színház az mindig olyan volt, hogy mecénásokra volt szükség, és a kultúrára viszont kell, hogy legyen mecénás. Kell, hogy legyen mecénás, viszont a színházi struktúrában, vagy az előadó művészeti szférában ez a dolog, ez a mecenatúra, ez kiüresedett. A TAO rendszer sajnos ezt az egészet, hát ha már szabad ilyen szót használni, kiherélte. Mert gyakorlatilag a cégek elhitték azt, hogy a TAO-n keresztül mecénásai egy adott kulturális intézménynek. Na most kell ezt az egész dolgot újra tanulni, amikor a TAO kiment a rendszerből,
az állam dotálja ezeket a pénzeket, állami zsebből vagy önkormányzati zsebből, de most kell ezeket a dolgokat újra felépíteni. És adott esetben milyen jó lehet, hogyha egy új cég ide bejön Győrbe, akkor könnyen bekopogtathatod egy kulturális intézménynek a vezetője, és azt mondhatja, hogy lám, itt vagyunk, mi ezt a dolgot csináljuk, és lát ebben potenciált vagy perspektívát. Igen, és parancsolj, Tamás. Annyi jutott eszembe, hogy szerintem a művész úr meg fog kövezni. Az elmúlt 30 évben sokszor megfordultam Ingolstadtba, meg a Győri Balett is sokszor megfordult Ingolstadtba. Nyilván nekik könnyebb, mert egy olyan művészeti ágat képviselnek, ami nem nyelvhez kötött, tehát a balettot a német is megérti, meg a magyar is megérti, gondolom. Ez, ezért a német az operettet is megérti, Áber. Szereti. Áber. Oda akarok kiukadni, hogy Ingolstadt, ami az egy Győrnél sokkal nagyobb város, illetve nem nagyobb város, sokkal gazdagabb város, nincs önálló színházi társulat. Áber van. Áber van, és konkrétan tárgyalásban is vagyunk velük. És fogják a fejüket 15 évvel ezelőtt, még akkor még biztos, hogy nem volt, hogy Győr ilyen gazdag város, hogy egy főállású színházi társulatot tud működtetni? Nem csak, hogy főállási színházi társulatot tud működtetni, most már státuszban 2021. december 1-től, mert ez is egy nagyon fontos dolog. De nagyon, nagyon sokáig nem volt, és a nem két volt, város nem anyagi lehetőségei... A két város anyagi lehetőségei látványosan messze vannak egymástól. Ugye egy nagyon fontos dolog az, hogy a német színházi modell és a magyar színházi modell az markánsan különbözik. Mi társulati rendszerben élünk és dolgozunk, és ez egy óriási érték. Ez gyakorlatilag Európa szerte már, nem is azt mondom, hogy egyre ritkább, hanem tulajdonképpen a magyar rendszer az, ami leginkább próbálja ezeket az értékeket őrizni. Tehát nagyon sokszor például... Ja, mondj nekem még egy olyan európai országot, ahol minden megyeszékhelyen van kőszínház például. Így van. Tehát ez nincs, és ráadásul állandó jellegű státusz. Oké, csak meddig tartható fenn? Ameddig úgy gondolja az állam, hogy neki ezt így kell fenntartania, amíg azt gondolja, hogy a GDP-nek 3%-át erre kell fordítania. Csak azért akartam odakanyarodni Ingolstadtra, mert tulajdonképpen készülünk egy kooperációra Ingolstadttal, tehát december 4-én megyek Ingolstadtba megnézni egy előadást, mert jövőre egy Győrben lesz a Színházi Olimpiának az egyik lába, és ha a jóisten is úgy akarja, akkor az ingolstadti színház itt fog játszani Győrben. Mert ugye próbáljuk ezt a fajta űrt kitölteni, vagy hidakkal átfedni, amit mondjuk adott esetben egy zenei vagy tánc előadás sokkal könnyebben meg tud teremteni. Bocsánat, akkor viszont belekérdezek, mert hogy beszélünk az ipari parkról és a cégeknek a támogatásáról. Mondjuk anélkül, hogy számokat mondanál, de mondhatsz, akarsz. Hogy képzeljük el a ti költségvetéteseket, hogy mennyi az állami támogatás, és mennyi az, ami mondjuk a helyi cégektől jön be? Működik-e a színház a helyi cégek támogatása nélkül? Működik. Tehát a színház költségvetésének, és ezt általában lehet mondani, nyilván most nem menjünk bele egy részleteibe, hogy nemzeti státusz, vagy kiemelt státusz, de a lényeg az, hogy gyakorlatilag az állami dotáció nélkül, ami Győr esetében fele-fele arányban érkezik a központi költségvetésből, illetve a város költségvetéséből, gyakorlatilag így a háromnegyede, 80%-a, 70%-át adja az állami dotáció. Az összes többi az a bérlet és jegybevétel jelentős része, de természetesen egy kicsi hányad megjelenik a történetben is. Mondjuk adott esetben egy cég azt mondja, hogy ő megvásárol, nem tudom én, 200 bérletet a Győri Nemzeti Színházba. De ezek így arányait tekintve egyre kisebb. Hát akkor viszont a te véleményed az duplán felértékelődik tulajdonképpen, mert hogy te úgy tudsz erről az egészről beszélni, akár az ipari park bővítéséről, hogy nem függsz tőlük anyagilag annyira. Nem függünk tőlük anyagilag annyira, viszont szeretnénk tőlük függeni anyagilag. Tehát én azt gondolom, hogy egy kulturális intézmény akkor végzi jól a munkáját, hogyha ezt minél több ember, minél több közösség, minél több cég érzi a sajátjának. Érzi azt, hogy ez egy ügy. Tehát folyamatosan azon dolgozunk a színházban, hogy egy színházi előadás ne csak a zárt falak mögött megtörténik, aki jegyet vagy bérletet váltott rá, az eljön és megnézi, hanem folyamatosan nyitogassuk a kapukat. Ez egy érdekes dolog, és nyilvánvalóan mások a perspektívák, és mások érdekelhetnek adott esetben egy-egy céget. Mert mondjuk, ha most azt nézem ebben a dologban, hogy itt van az Énekes Madár bemutatója a Győri Nemzeti Színházban, akkor megszólítottuk a Lipóti Pékséget, hogy ugyan kenyér van benne is, és ez egyszer csak érdekes lett ez a történet. Vagy ha már pálinkázunk, vagy ha már kolbászt teszünk, akkor legyenek ezek a dolgok. Tehát én arra törekszem folyamatosan, hogy közös üggyé tegyem a színházat. Tehát ne csak egy kulturális produktum legyen, amit mi jól becsomagolva vagy eladunk, vagy nem adunk, hanem ez legyen egy közös ügy egy városban. Szerintem minden közös ügy egyébként így Győrben, és minden mindennel összefügg. Kezd nagyon jó irány menni a dolog itt kenyér, pálinka, kolbászal. De annyit még az előzőt, a kérdés felvetés előtt, még egy korábbi, ez egy két mondatot szeretnék mondani.
Nyilván az nagyon fontos, ettől függetlenül azt gondolom, hogy mindannyian azt gondoljuk, hogy szükség van az iparra, és az pedig is fejlődik, hiszen minden fejlődik, az egész gazdaságnak fejlődni kell, különben tényleg elvesztünk és visszafele megyünk. Hogy ugyanakkor az valóban fontos, én azt gondolom, hogy egy korrekt tájékoztást kapjon mindenki arról, hogy nagyjából ez hol lesz, mikor lesz, meddig lesz, nagyjából mi várható. Szerintem ezt egyre inkább elvárja, azt gondolom, mindenki, aki helyben él. Szerintem egy teljesen jogos igény. Igen, amit pedig mondtál, hogy az oktatás és például a cégek, ez teljesen egyértelmű helyzet. Ugye Győrnek azért az az adottsága megvolt a 90-es évek előtt, hogy valóban egy viszonylag komoly ipara volt, és ennek az iparnak a munkásait a győri intézmények képezték. Tehát megvolt az iskola hálózat, az a szakképzési rendszer, amely biztosította a munkaerőt a cégeknek, ezért is volt viszonylag gyors az a betelepülés, mert megvoltak az emberek ahhoz, hogy valóban létesüljenek, vagy tovább működjenek olyan cégek, gyárak, amelyek itt voltak, mert ugye nagyon sok helyen megszűntek gyárak szerte az országban. És azt gondolom, hogy ez most is nagyon jó dolog a győri diákok számára, hogy nagyjából szinte mindenféle képzésnél olyan életpálya lehetőséget kapnak a komoly ipar hatására, amely akár a szakmunkásoknak, akár a felsőbb iskolát végzetteknek, akár mérnökre gondolok, vagy bármiféle munkába dolgozóknak, ad egy jó lehetőséget arra, hogy Győrben, helyben helyezkedjenek el. Nem kell ahhoz elmenniük más városokba, elsősorban a fővárosba, hogy munkát találjanak. És nyilván az egyetem és Győr és az Audi, vagy az iparipar kapcsolata, pedig ez példaértékű az országban. Tehát ilyen nincsen szinte sehol se, hogy ennyire egymásra épül a valóság, a való világ, az igazi élet, a gyakorlat és az egyetem. Tehát az egyetemekről az a kép alakult ki, mikor mi jártunk egyetemre, én nálam biztos, mikor 80-ban felvettek Szegedre, hogy hát az egyetemek azok ilyen elefántcsonttornyok, azok csak úgy vannak, szinte ilyen lárpurlár képzések vannak, de az egyetemnek konkrétan a képzés során nincs semmi köze a valósághoz. Nálunk azért kialakult az, hogy a város, az egyetem, és mondjuk, hogyha nevet kell mondani, akkor nyilván itt elsősorban az Audi, de nagyon sok más cég is, gyakorlatilag szerves egységet alkot. Bemegy az ipar az egyetemre, és az egyetem kimegy az iparhoz. Megkezdi, hogy mi kell, hogyan csináljuk jobban. És látjuk a modern technológiát. Szerintem ez szerintem pótolatlan, és ez irányba kell indulni. És ez például szerintem egy kifejezetten jót tesz annak a struktúrának, amiben most az egyetem van, tehát az alapítványi rendszer sokkal szabadabb lehetőséget ad az egyetemnek. Pont az jutott eszembe egyébként, talán Gróf Széchenyi István mondta azt, hogy ami az egyik félnek sérelme, az a másiknak érdeke. Nincsen olyan, ami mindenkinek jó, csak ami minél többeknek. Hogy ebben a korban talán ez még inkább aktuális jelen pillanatban, és picit, hogyha visszakanyarodunk konkrétumokhoz. Ugye azt tudjuk, hogy ha csökken a hagyományos motoroknak a gyártása, és tegyük fel, hogy elektromos motorokat kell gyártani, akkor, de ezt te tudod majd talán jobban, hogy akkor mondjuk ez a 12 ezres foglalkoztatottsági szám, ami van az Audiban, akkor ebből hány embernek nem lesz munkája? Ezeknek kell munkát adni. Így van. Az Audi ebben nem nyilatkozik, nyilván nem akar pánikot. Német elemzéseket én rengeteget olvasok. A legoptimistább azt mondja, hogy -20%-kal kevesebb ember, a legpesszimistább pedig -50%. Ha belenézel egy elektromos autóba, és belenézel egy dízeles vagy benzines motorba, láthatod, hogy óriási különbség van. Nem csak terjedelemben, hanem alkatrész számba, az előállítása is sokkal egyszerűbb. Hát gondolj bele, elektromotor minden lakásban van. A porszívó azzal megy, a konyhai robot azzal megy, a mosógép azzal megy. Ugyanilyen elektromos motor van az autóban, csak nagyobb teljesítmény. Én csak annyit szeretném mondani, hogy nem akarnék kilógni, mindenki idézetet mondott már itt a... Ugye azért van az az idézet, ami nekem nagyon tetszik, és azt mondom, hogy az enyém, a tied mennyi lármát szüle, mióta a miénk nevezett előle. Szóval tényleg azt gondolom, hogy vannak érdekek, de előbb-utóbb azért mégiscsak közös a sorsunk, közös helyen vagyunk, itt vannak boltok, kultúra, iskola, ipar, ahol együtt kell szórakozás, szolgáltató szektor, együtt kell valahogy megoldanunk. Ez zárszónak majdnem jó lett volna, csak eszembe jutott még egy téma ezzel kapcsolatban, hogy azt el tudjátok képzelni egyébként. Nem tudom, hogy lesz akkumulátorgyár, vagy nem is akarok róla beszélni, ezt egy ember dobta be a köztudatba, senki más nem nyilatkozott róla, a kormány sem nyilatkozott róla. El tudjátok azt képzelni, hogy egy ilyen szintű világcég, mint mondjuk a Volkswagen koncern, idehoz
az unió kellős közepében Magyarországra egy olyan gyárat, ami tönkreteszi a környezetét? Kizárt, kizárt. Svédországban épül a Volkswagen gyár, Németországban Salzgitterben épül a Volkswagen gyár, további négyet fognak 2030-ig Európában létrehozni. Kizárt. Én igazából azt nem értem, tehát Jenő mondta, hogy sokan tiltakoznak, 140 ezeres Győrben 5000 ember tiltakozik, az szerintem nem sok. Ha azt bocsájtanád egy városi népszavazásra, hogy kell-e a világ második legnagyobb és Európa legnagyobb autógyárának győri beruházása, szerintem a győriek döntő többsége azt mondaná, igen. Meg tudom fordítani, lenne bármilyen olyan kérdés, amiben 100%-os konszenzus van Győrben, biztos, hogy nem lesz. De azt gondolom, hogy a dízel botrány után meg nem is teheti meg ezt a presztízsveszteséget. A dízel botrány nem a környezetszennyeződésről szólt. A dízel botrány arról szólt, hogy a Volkswagen nem mondott igazat. Az két külön dolog. Na de ezért mondom, hogy a Volkswagen ezek után nem mondott igazat. Tehát most biztos, hogy kétszer jobban odafigyel arra, hogy egy ilyen helyzetben még véletlenül sem fosoluk. Mondom, a dízel botrány nem környezetvédelmi probléma volt, hanem a Volkswagen szavai értősége kérdőjeleződött. Na de ezt mondja a Gábor. Más értéket produkált. Tesztasztalom, meg tehát, ha egyszer elmondtam, hogy ez nem oké, és nem volt oké, másodjára valószínűleg kétszer meggondolják. Szerintem a Szent Ivániaknak sincs semmiféle bizonyítéka, hogy az akkumulátorgyárak károsak lennének. Nem tudom, hogy hányan jártam közülünk, vagy ő közülük egyébként akkumulátorgyárban, én biztosan nem. Én azt tényleg nem tudom, hogy ha vannak akkumulátorgyárak valahol, akkor volt-e ebből probléma, volt-e szennyezés, volt-e baleset, volt-e tehát bármi olyan, amitől mondjuk tényleg az a rengeteg víz, ugye azt mondom, rengeteg víz kell egy ilyen akkumulátorgyárhoz, hogy az kiszabadult, amikor még nem volt meg. Tehát nyilván erről nekem sincsen információm. Amit mondtam előbb, azt továbbra is tartom, azt gondolom, hogy ettől függetlenül ma, amikor tényleg iszonyat gyors az információállás, hírek és álhírek látnak mindenhol napvilágot, fölröppennek olyan dolgok, amiknek nincs is köze a valósághoz, az emberekben van egyfajta félelem természetesen, és nyilván itt van az, hogy őhozzájuk ez közel van, jobban tartanak tőle. Egészen biztos vagyok egyébként abban, amit Tamás mondott, hogyha mondjuk ez egy győri népszavazás lenne, az nem kétséges, hogy hogyan végződne. Nyilván azt gondolom, hogy mi se felé tereli senki sem a dolgokat. Egy komoly, jó tájékoztatás kell, megbízható, ha már volt ilyen akkumulátorgyár, akkor megbízható adatok onnan, hogy volt-e probléma, nem volt-e probléma, ez minimálisan szükséges, bármi is lesz itt, ha ez, ha nem az. És hogy egy kis perspektívát is fölvillancsuk így a műsor végén. Szerintetek, ha bármerre fejlődik az ipari park, most Szent Ivánról és környékéről beszélek, nem tudom, hogy van-e a város környékén, ezt talán jobban tudjátok, még egy hasonló fekvésű és adottságú terület, mint az, amerre akarják bővíteni. De hogy ha bővül, akkor ez magával hozza-e ennek a település résznek a további fejlődését? Mert ez is egy fontos kérdés. Én azt gondolom, hogy biztosan. Tehát maga ez a dolog, ez elkezdi generálni ezt az egész történetet. Tehát az elmúlt időszaknak a tendenciái ezt mutatják, vagy ezt támasztják alá. Tamás? 100 ország, 5000 városa, így könyörög a Volkswagennek, hogy kedves wolfsburgiak, hozzátok már ide hozzánk azokat a rohadt eurómilliárdjaitokat. Győrbe meg, tényleg komolyan mondom, szóval az ember fogja a fejét, hogy normális ez a világ, amiben mi élünk. Igazgató úr, akkor tér lesz a végszó. Egészen biztos abban, hogy mint ez számtalan helyen tapasztalható, egy idő után megnyugvás lesz, és az biztos, hogy akinek ez esetleg nagyon nem tetszik, lehet, hogy feladja a mostani életet, és el fog onnan költözni, ha lesz ilyen, viszont biztos, hogy sokak számára teremthet olyan lehetőséget, még ezt mondom, most nem akkumulátorgyárról, egyáltalán arról, hogy munkahely van ott, ami lehet, hogy egy olyan mobilizációt jelent, amivel Győr lakossága még tovább növekszik, Győr szolgáltatási lehetőségei még tovább növekednek, hiszen azért ezekből való bevétel biztosítja azokat a szolgáltatásokat, és most nem csak a kultúrára gondolok, hanem akár bizonyos oktatási jellegű, akár szabadidős, akár sportolási, bármilyen más dolgot, ami viszont azt gondolom, hogy a lakosságnak nagyon is szükséges, és akkor ez fizetőképes kereset, és ezért tud fejlődni a szolgáltatási szektor, esetleg teremtve újabb munkahelyeket. Végszóban tökéletes vagy. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen nektek, hogy itt voltatok, önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet. Folytatni fogjuk majd ezt a műsort nyakkendő nélkül. Viszontlátásra!